A szakadó eső ellenére sokan vettek részt csütörtökön délután Dobrev Klára és a Salgótarjánt is magába foglaló Nógrád megye egyes számú választókerületének ellenzéki képviselőjelöltje Godó Beatrix közös utcafórumán a főtéren. Igaz, az időjárás miatt végül a rendezvényt a József Attila Művelődési Központ árkádja alá behúzódva tartották meg. Az eseményen részt vett és rövid beszédet is mondott Fekete Zsolt Salgótarján polgármestere. A városvezető hangsúlyozta, Godó Beatrix személyében sikerült egy igazán jó jelöltet találni a Salgótarjánt is magába foglaló választókerületben az április 3-ai vasárnapi országgyűlési választásra. Aki pontosan tudja salgótarjániként Salgótarján problémáját, nehézségeit, de nem csak Salgótarjánét, hanem a megyéjét is, és természetesen ezen belül az egyes számú választókerület problémáit is, egészen Fászon és Bátony terenyén keresztül, egészen az ország határig. Én biztosan állíthatom önöknek, hogy ő felkészült erre a feladatra, mert többször beszélgettünk, átárgyaltuk a adott térség problémáit, gondjait, és azt is, hogy mindez hogy lehetne kijavítani, amire már kaptunk évekkel ezelőtt is ígéretet, hogy a barna mezős területeket újra bevonjuk az ipari termelésbe, hogy Salgótarjánnak ebből adó jöjjön, az itt élőknek pedig munkahelye legyen, és ne kelljen 60-ba, Gyöngyösre és más településekre elköltözni. A városvezető kiemelte a plázastoppot is, mint ami rendkívül hátrányosan érinti Salgótarján, hiszen emiatt nem tud új bevásárlóközpont épülni a városban, pedig lenne rá igény. Egy nagyobb felsőoktatási intézmény pedig a fiatalok helyben tartását segítené szerinte. Godó Beatrix, ellenzéki országgyűlési képviselőjelölt többek között arról beszélt, hogy szükség van a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók bérének rendezésére, Nógrád megyének és Salgótarjának pedig az eddigieknél határozottabb képviseletre van szüksége a parlamentben. Én azt gondolom, hogy teljes mértékben átérzem és tudom az itteni problémákat, és ennek érdekében teszem a dolgom. Én egyértelműen az embereket képviselem, hiszen közülük jövök, civil a szakmám. Én magam itt élek, naponta tapasztalom ugyanazokat a nehézségeket, küzdelmeket, amit a lakosságot érinti, mind a munkahelyteremtésben, hiszen a vállalkozói körömben is egyre nehezebben élik meg az, hogy bár mindenki örül a minimálbér emelésnek, de a kis- és középvállalkozásoknak ez egy nagy teher, és ez miatt a térség folyamatosan csökken a munkahelyek teremtési lehetősége is. Dobrev Klára beszédében kiemelte, a Fidesz 12 éve kormányoz, de ez idő alatt nem haladt előrébb az ország. Szerinte, ha az ellenzék győz az április 3-ai vasárnapi választáson, akkor egy más világ jön, ahol többek között le fognak ülni az érintettekkel, átbeszélni az oktatás és az egészségügy problémáit is. Az ellenzék programjának néhány elemét megemlítve elmondta, bevezetnék a nyugdíjak svájci indexálását, megdupláznák a családi pótlékot, és törekednének arra, hogy a hátrányos helyzetű térségekbe több forrás érkezzen. Külön hangsúlyozta a választási részvétel fontosságát is. Nagyon szoros lesz az eredmény. Szoros lesz azért, mert bár az országnak többségének elege van Orbán rendszeréből, azonban egy csaló választási törvényt írtak. Látjuk, hogy folyamatos választási csalásokkal kell szembesülnünk, éppen most találtak levélszavazatokat, amelyeket ugye nem is tudunk ellenőrizni. Éppen ezért mindenki, aki kormányváltást akar, annak ott kell lenni április 3-án. Lehet, hogy pár szavazaton fog csak múlni. Lehet, hogy éppen azon az egy szavazaton. Az országgyűlési választást 2022. április 3-án vasárnap tartják. Szavazni reggel 6 órától este 7 óráig lehet a lakcímünkhöz tartozó szavazókörökben.